Bőgnek a motorok a Paksi Cross pályán, ahol hatalmas porfelhő és benzingőz fogad minket. Számos fiatalt és felnőttet oktat csütörtökönként a crosszozás rejtelmeire Pakson idősebb német kornél, akinek a neve a motorsport szerelmesei számára nem ismeretlen. Kilencszeres magyar bajnok elsősorban az utánpótlással foglalkozik, mert véleménye szerint csak a jó alapokra lehet jól építkezni akkor csütörtökönként 14 órától tartok edzést a Paksi pályán. Egyébként az iskolánk az 2000-től működik, és gyermekem, mint a szakértők, illetve a hozzáértők tudják, a 2006-os év, 2007 év a Paksi Motocross Egyesületek volt a tagja, és hát ennek kapcsán és rácokat, illetve azokat a versenyzőket, akiknek ingerenciájuk van a motokról szeljesületításában, ezeket segítem. A pálya a mai nyomvonala is alkalmas, akár egy nemzetközi versenynek a lebonyolítására is. Talán az az infrastruktúra, amit most már akár a nézők, akár a versenyzők szempontjába 21. századnak megfelel, azt még meg kellene csinálni. A legutóbbi paksi edzésen ifjú német Kornél is tiszteletét tette a Dunaparton a csónakház melletti kroszpályán. A 36 éves, 16-szoros motokrosz bajnok Németországban él, de 20 évesen a Paksi Klub csapatát erősítette. Még ma is számos barátja van az Atomvárosban. Ő az egyetlen magyar versenyző, aki hazánkat képviseli a motokrosz világbajnokság versenyein nekem kint van iskolám Németországban, de nyilván most hétvégén például itthon tartok edzést, de hogyha a mester tart edzést, akkor nem, nem szoktam beleszólni, csak hogyha ha megkér, hogy valami, tudok-e valamit, vagy akarok-e valamit hozzászólni. Rengeteg ö, eredményem volt világbajnokságon, indultam X games ahol még egyetlen magyar se indult. voltam összetett világbajnokságon 5. 2012-13-ban, Super voltak ilyen, nem tudom, 14-szeres profi magyar bajnok vagyok, meg még mellé jött, azt hiszem, egy 5 vagy 6 darab ilyen csapat, meg, 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 meg azt hiszem, hogy gyerek. Tehát 80-ban, akkor nem volt még ilyen 65, meg ilyenek. Tehát akkor csak 85-től kezdődött. Kihagytam ugye itthon egy tíz évet, hogy minden nap le kell ebben a sportban magad győ, magadat győzni. Például most, hogy volt hétvégén, ahol ki voltatok verseny, az olyan fájdalmakkal jár már egy ilyen két órás verseny, hogy el se tudják képzelni az emberek, hogy könnyék, gerinc és, 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 és nem tudom még milyen fájdalmak, ami nem is foglalkozol, hogy más van melletted, vagy hogyha ott egy 20-22 év, éves melletted és el akar előzni, nem is tudják elképzelni, téket. nem érdekel az, hogy ő, ő elmenne neked. Hanem az, hogy csak befejezd esetleg azt a két órás futamot. Németországban több tucatnyi fiatallal foglalkozik ifjú német kornél, de vannak izraeli tanítványai is, közülük egy, elkísérte a paksi pályára is. Úgy érzi, mellettük ő is örökké gyerek marad. És persze, a motorozás is örök szerelem számára.